Kisfejke és környéke jelentős gyümölcstermelő vidék, elsősorban kajszibarack termesztéssel foglalkoznak a helyi gazdák. Nem véletlen, hogy évekkel ezelőtt már hűtőház épült, a jobb piacjutási lehetőségeket segítendő. A növekvő forgalom és a piaci lehetőségek bővülése és bővítése azt kívánta, újabb beruházás valósuljon meg, melyhez a területfejlesztési operatív program forrását használták fel a településen. Az átadó résztvevő Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár a térség országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy a kormány célkitűzéseiben a jövő esztendő költségvetésében a gazdaság újbóli megerősítése a cél. Az elfogadott költségvetési törvény tartalmaz 9200 milliárd forint fejlesztést a gazdaság támogatására. Ez a költségvetési törvény tartalmazza azt a 9200 milliárd forintos fejlesztést, amelyet a kormány a gazdaság talpraállítására szán, és amely Magyarország életében minden idők legnagyobb gazdaságfejlesztési programja. Az a célunk, hogy legalább annyi munkahelyet tudjunk teremteni a következő időszakban, mint amennyi a járvány alatt, illetve a járvány miatt megszűnt. Öröm azt látni, hogy a különböző térségek a gazdaság helyreállításában, talpraállításában nagyon sok vagy nagy szerepet játszanak. Nemrégiben Bonyhádon új ipari csarnokoknak az alapjait tehettük le, most pedig azt látjuk, hogy itt Kisvejkén egy néhány száz lelkes településen egy új létesítményt, beruházást tudunk avatni. Ez a területi operatív programnak megfelelően, illetve annak köszönhetően valósult meg. Öröm látni számomra az, hogy ez a térség hogyan fog össze, hiszen itt a helyi gazdák nem csak Kisvejkén, hanem Závod, Lengyel és Mucsfa települések gazdái is összefogtak annak érdekében, hogy a gyümölcs termesztésben adjanak jövőt ennek a térségnek. Ez az összefogás valamikor a 90-es évek elején kezdődött, és a 2000-es, illetve még inkább a 2010-es években folyamatosan bővült, illetve újabb és újabb létesítményeket adhatunk át, ami javítja az összefogást, illetve a helyi termesztőknek lehetőségeket biztosít. Így már reméljük azt, hogy ezek az itt termesztett gyümölcsök, elsősorban a barack, de azon kívül a megy, a szilva, az alma is nem csak itt a helyi piacon talál magának vevőt, hanem egyre messzebb is el tud jutni. Ennek a térségnek a gyümölcs termesztés a kitörési pontja. Ezt jól vették észre annak idején a helyi gazdák, és öröm látni azt, hogy a helyi összefogás az önkormányzatok támogatásával, a kistérség támogatásával és a megye támogatásával meg tudott erősödni az elmúlt időszakban. Elsősorban a helyi termesztők szorgalmának, becsületességének köszönhető ez, és emellé, tehát hogyha van egy olyan cél, van egy olyan összefogás, és van munkaszeretet, akkor mögébe lehet állni. Reméljük azt, hogy az atomerőművi blokkok építése során az itt termesztett javak, elsősorban a gyümölcsök, lekvárok, szörpök, esetlegesen a pálinkák el fognak jutni Paksra. Azon dolgozunk, hogy Paks az egyik, illetve a megye az egyik legnagyobb felvevő piaca legyen ennek a térségnek is. Orbán Attila, a Tolna megyei közgyűlés alelnöke arról szólt, az ilyen típusú beruházások adhatnak pozitív példát arra, mire érdemes fordítani a TOP forrásait. Kisvejke bebizonyította azt, hogy Tolna megye jó gyümölcs termővidék, és egy jó mintát adott más településeknek is, termesztőknek, akár kezdőknek is, abból, hogy hogyan kell boldogulni ebben a megyében. Úgyhogy mindenkit csak arra tudok biztatni, hogy jöjjön el Kisvejkére. Én tapasztaltam, hogy a kisvejkeiek ezt jó néven veszik, és segítőkészek. Nem minden gazdasági társaság örül, hogyha figyelik és le akarják másolni a tevékenységét, de ez Kisvejkére nem jellemző. Ők örülnének annak, hogyha mások is bekapcsolódnának a gyümölcs termesztésbe, nem fognak azzal ők veszíteni semmit, és el lehet jönni, meg lehet nézni,
hogy kell gyümölcsöt termeszteni, sokat lehet tőlük tanulni, és gyakorlatilag több évtizednek a nehézségeit meg lehet, vagy buktatóit meg lehet így spórolni. Amit tudni kell ezzel kapcsolatosan, és világosan kell látni, hogy igazából amit ma átadunk, ez egy olyan munkának az eredménye, ami mögött nagyon sok évtized áll. Tehát valahol a 90-es évek elején elkezdték a gazdák, kicsivel kezdték, alig 1-2 hektár gyümölcsössel, és hát kinőtte magát a sok munka eredményeképpen. Tehát mindenképpen valahol el kell kezdeni, általában kicsiben kell kezdeni, és hát úgy, ahogy a gyümölcsfa szépen növekszik évről évre, úgy tud egy vállalkozás is növekedni, és hát a növekedésben nincs megállás, ezt folytatni kell, ezért is támogatta a megye ezt a beruházást is, mert láttuk, hogy az eddigi kapacitásokat kinőtte a szövetkezet, szükségük volt egy újabb csarnokra, egy újabb válogatógépre, mert a hektárok szaporodnak évről évre, az idén nem jellemző, de általában sok gyümölcs szokott bejönni, ha baracból nem is, de más gyümölcsből az idén is lesz termés, úgyhogy már az idén fogják használni ezt a csarnokot, és hát azt már most látjuk, hogy tovább kell fejleszteni, és látjuk a lehetőségét is annak, hogy ráépülőként a jövőben még csarnokokat fogunk ide felsorakoztatni.